Új ötfős kutatócsoport kezdi meg működését a Győri Széchenyi István Egyetemen. A munka koordinálásával a Kanadából hazatért Feszti Dánielt, a járműfejlesztési tanszék vezetőjét bízták meg. A cél olyan eljárások kidolgozása, amelyeknek köszönhetően a jelenleginél jobban szimulálhatók lesznek az autók utasterében keletkező zajok. Ez nem azt jelenti, hogy egy autógyár, mint mondjuk az Audi, ne tudná megjósolni, hogy mi lesz a zajszint, de ezt ma kísérletezgetéssel tudja elérni. Ez azért elég költséges, időigényes, és a cél az volna, hogy a szimulációval tudjuk a jövőben elérni. És ennek a kutatócsoportnak a célja az lesz, hogy ilyen szimulációs módszereket fejlesszen ki a következő 5 évben, amelyek aztán az iparban használhatóak, ezáltal kevesebb prototípus kell építeni, csökkennek a költségek és csökken a fejlesztési idő. A projekt költségeinek 2/3-át az Audi Hungária viseli. A vállalat személyügyekért felelős igazgatósági tagja kiemelte, örülnek annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Lendület program kibővítésével még szélesebbre tárta a kaput a gazdaságot közvetlenül szolgáló célzott kutatások felé. Mi bízunk abban, hogy a műszaki fejlesztésünk jövőjét, az új innovatív dolgokat, az új innovatív fejlesztéseket fogja támogatni ez a program. És természetesen abban is reménykedünk, hogy az újabb esélyeket fogalmaz meg az Audi Hungária számára. A Magyar Tudományos Akadémia alelnöke úgy fogalmazott, a kutatócsoport létrehozása, folytatása a Járműipari Kiválósági Kutatóközpont pár évvel ezelőtti elindításának. Úgy gondoljuk, hogy ezt többféle dimenzióban is fogjuk tudni segíteni, mind az itt lévő dolgozók tudományos munkáját tudjuk segíteni, minősítéseit tudjuk segíteni, nemzetközi kapcsolatait tudjuk segíteni, és természetesen itt az ipari relevanciát is az Audi Hungárián keresztül biztosítva látjuk. Ezen túlmenően a Széchenyi Egyetem oktatási programjának a fejlesztése is ezen keresztül, hiszen több pályázat is kapcsolódik ehhez a munkássághoz, tehát egy közös win-win alapú együttműködési modell jött létre, aminek ez az első állomása az országban. A Széchenyi István Egyetem rektora szerint a kutatócsoport megalakulása egy újabb fontos lépés a 21. század egyetemi modelljének megvalósítása felé. Itt vannak fiatal, lelkes hallgatók, ugye tanár úr bemutatta a csapatát, a 4 fiatal PhD hallgatót, akik egyébként félig meddig még hallgatók is, és azt látjuk, hogy az egész kezd összeállni valami, amire mindig azt mondtuk, hogy a 21. század egyetemi modellje. És hát ezt látom meg itt a mai nap megvalósulni. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának célja a külföldön dolgozó, tehetséges magyar kutatók hazahívása, és ezáltal a felsőoktatásban zajló kutatások dinamikus megújítása.